A játék neve ismét Corpse Party, és ugye a második fejezetet befejeztük, amiben történtek dolgok, a Nancy nére életére is törtek meg, Majuból csináltak egy avantgárd freskót, de akkor ezzel mi nem törődünk, mert nekünk itt van Chapter 3, amiben bizonyára nagyon fantasztikus dolgok fognak történni, és egész hosszú fejezetnek ígérkezik, úgyhogy kössük fel a gatyánkat. Chapter opening? Persze, hogy szeretném megnézni chapter openinget. Ajaj. Oké, ő nem tudom, kicsoda Mitsuki, és hogy azt mondja, hogy nem bírja idegileg már. Ja, tényleg, meg a Kishinumát arcon csapták valamivel egy nagyon furcsa arcú illető. Most itt is arról beszél, hogyha őket is lecsapt volna az a kalapács, akkor meg tényleg annyi. Valami Kurosakiról is itt van szó. Shinpai Sunda. Oké, akkor valószínűleg valami korábbi áldozatok lehetnek. Oké. Emit kettészelték, nagyon úgy néz. Ez hardcore. Csak egy pillanatra villantották be. Még nem is tűnt annyira véresnek, de majd én leállítom, azt megnézem, hát ha thumbnail lesz belőle. Lehet, hogy ez egy 3-4 órás játékmenet lesz. Remélem, nem akarok elbenni, mint a múltkor. Na, hova ment mindenki? Ha? Mit kell nézni? Csak nem! Nő a folyosó? Mármint, hogy növekszik. Hát mondjuk változik a... plac, az biztos. Ezt eddig is tudtuk, sőt. Ez tök jó, mert így nem mutat semmit, nekünk kell elképzelni, hogy mégis mi a fene történik abból, amit leír itt alul. Valaki érkezik. Valaki elszalad. Vérengzés. Ő! Valaki meghalt. Nem, mintha az a zombi arc lesz szerintem, aki lecsapta azért a Kishinumát. És most kinyírja a Fukuroit is. Illetve a Mitsukit. Olyanok a hangok, mint egy B-kategóriás horrorban. Vagy Z-kategóriás. Na? Nem kétség, hogy nincs kétség afelől, hogy ennek annyi lesz itt. Oké. Na, vajon? Valószínűleg jönnek a gonosz kislány szellemek, akik a Majuból tapétát csináltak. Aztán befejezik, ami elkezdődött. Ajaj. Pont. Mondom én, hogy jönnek. Hejho.
Hoppá, bocsánat, hogy bele... Oké. Okay. Game over. Telefon. 2008-27. Fölvenné valaki? Vagy nekem kell? Nekem kell, oké. Okay. Naomi, ma megint a Naomi! Eka! 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 Nem a Szeko. Taszkötekőre. Vagy valami ilyesmit mondott. Pillanatra átjött a térerő. És az anyja állítólag fölhívtott, szerintem Kamu. Ez a Naomi, nem? Miután megmarhult a... Szeko! A Naomival megyünk. Oké. Okay. Naomi! Szeko! Oh. Te ki vagy? Oh. Oh. Várjunk, ez nem a halszemű csaj. A... De ő az pentagram más hajcsotta. I'm the... Ja, igen, mert ő mondta, hogy ő már meghalt, és ő a lelke. De az furcsa, mert neki van teste, és a többinek meg nem volt, csak ilyen lebegő gyertyák. Afflicted. Az afflicted az a megszállt, talán. Ja, igen, mert hogy az átok, ami megfertőzte az iskolát, és azok, akik kapcsolatba lépnek vele, azok egy idő után elveszítik az eszüket. 突発的に防御反応が起こって自害を選んでしまう. Néhány ember észreveszi ezt, és nagyon messzire is képesek menni, hogy megakadályozzák ezt, még az öngyilkosságba is. Persze mások egyszerűen csak megőrülnek. Na, ez is egy út. Elkezdik bántani az embereket maguk körül. Ugye a pontos reakció az átokra változik. Egyes emberek között. Ó, várjunk csak. Akkor... A csaj, azt a Nahó, azt hiszem úgy hívták. Ő akkor tud utazni a dimenziók között, mert ő ott volt a Shinozaki-éknál is, meg itt van a Naomi-éknál is, és ugye azt tudjuk, hogy ők nem egy dimenzióban voltak, mert ők csak az árnyat látták, amikor a Seiko meghalt. Tehát ő tud valamit.
És ennek a dimenziónak ő az egyetlen élő lakója ezek szerint. És meg is mondja nekik egyetlenül, hogy mostantól tökre egyedül van, amíg meg nem hal. Csá! És csak ezen jött, hogy ezt elmondja. Te mekkora egy büdös bunkó vagy? Aha, tehát most, hogy a telefonban benn van mindenkinek a száma, lehet, hogy dimenziók között lehet telefonálni? Ja, igen, neki meg a lába széjjel van egy kicsit. Hopp, lezúgott a lépcsőn. Páó! Mi történt? Ja. Bla. Bruáf volt egyet. Úgyhogy angolul, hogy mondják burp. Úristen, kísérti a Seiko! Azt mondja, hogy egy kemény süti. Ja, igen, a Satoshi, aki mindenki azt mondja, hogy ő az okosabb, úgyhogy nem tudom miért. Harmadik fejezet. Hát azért jöttünk ide, hogy a harmadik fejezettel játszunk. Ú, Satoshi meg a kislány! Kikorog a székem. Ú. Még nem sírt a Yuka, de már nagyon akar. A rő kislány. Ja, igen, megint a kék szellem, gondolom, már elmondta nekik. Most mondja nekik, hogy többen is eljutottak ide. 9-en. De azt nem mondja, hogy abból már ketten meghaltak. Ja, Shihimoto az már meghalt. Tengit. Na? Igen, ugyanúgy elmondja, hogy akkor... Igen, na, mi legyen? Azt mondják, hogy Satoshi ez egy beszari, de... Nyomjuk ezt, mert most keménynek kell lenni. Ez az, felvettük a kemény arcot. Szeretném felmérni a figyelmet, hogy a Yuka még mindig 14 éves. Csak úgy jelzem. Mégis úgy is érkezik, mint a 8 éves. Sőt, mint egy... hat. De gondolom, volt ennek valami tipikus ilyen japán karakter archetípus, úgyhogy végülis ezzel nincsen baj, csak akkor ne legyen már 14 éves. Legalábbis a karakter leírásoknál azt mondták, hogy ő annyi. Oké, tehát konkrétan azt mondta a szellem, hogy bármit csináljunk, csak ne halljuk meg. Dosa? Kakkó no
Az iskola haragja. Nem tudom. Akkor menjünk és keressük meg a missziót, meg a mindent. Capisci. Nem tudom, miért ezt fordították ide, de oké. És belém sétált, és juhuuu! Na! Szóval van egy nagyon, egy pici kulcs az üveg mögött. Azt mondja, nem lehet kinyitni. És ha betörnéd, csak érdeklődöm. Nem, na, oké, ó. Ott egy loose board, az még szerintem majd még fontos lehet. Oké, ez itt szokásos. Breaking news, bubble up, up, up. Igen, bloody scissor. Na! Menjünk north. Mert erre kell menni. Az ott elég le van szakadva. És is elég le van szakadva. Ez mi? Azt mondja, a szavak alig láthatóan lebegnek a papír fölött. De folyamatosan világosanak, sötétednek, mozognak, meg minden, és így nem igazán lehet kivenni, hogy mi a fenét is akar ez jelenteni. Itt van egy... Itt elég sötét van, lehet, hogy nekem nem kéne itt lenni. Oké! Okay. Rohadt légy, megijedtem, nem érdekel. Azt az izét kéne megszereznem. Sportot biztos, hogy talul is egy bejárat. Legalább is szokott ez. Ó, vödör! Üres vödör. Na, ah, minden vödör egyileg tele volt. Nézzük. Ah, eltűnt a loose board. Itt volt. Akkor ez is olyan lesz, mint az a másik. Kaslány szellem! De még visszajön! Oké, szóra volt. Na, akkor szerezzük meg azt a videót. Tehát hol van az? Pontosan ott, oké. Akadtam. Valahogy vissza lehet, csak nem tudom, hogy. Köszönjük, Yuka, hogy egyet értesz. Rajta ütni. Ki? Legzabb spot az itt volt. Yuka, maradjál itt a valagadon. Ez tök vicces lenne, hogy kimegyek, megfordok és már ő sincs itt. Erre ugye az iskola az egész végig változik. Na, ott átcsorogjál, addig én mindjárt jön. Csak nem szabad a kislányokat egyedül hagyni, mert hajlamosak meghalni, mint a csöttől tubba a Shinozaki. Hopp, megvan. Hopp, meg a boardot. Jee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 
nem kell visszamennem helyette. Csinál nekem egy ilyet. Mi van? Dostó?
Nanda? Csaj vindana. Kapok ajándékot! Ugye, omamori. Azokat mondtam talán már, az omamorik, azok ilyen szerencsehozó talizmánok. Scented beads. Azok ilyen, ilyen illatos magvak talán? Szagolgassuk, mert most pont ráérünk ilyesmire. Karamellás! Karabera! Omosiroi. Ez is olyan lett, mint a Power Stone, amit a gyűjtjétjé adott a műzőjéknek, amit nem haltam meg a Cash Fail szellemnél. Ó, ja, most dönthetek majd, hogy? Scatterbrain! Azt gondolom, hogy szétszort? Ja, attól ilyet, hogy mit ez szarok, meg ilyedek. Ez jogos. De most nem, most kemény leszek, mert én vagyok az Oni-chan. Yay! A karamell illat fog engem biztonságban tartani. Valami titkos dolgot is tudnék. Lehet, hogy... ilyen szerelmi talizmán is ki tudom nézni belőle. Na sétálj belém, aztán haladjunk. Hú, de sok van benne tényleg. Na! Akkor most... menjünk már fel ide, abba a sötét placra. Mert az olyan vicces volt. Ez a 2A, ha jól emlékezem, úgy van. Ott, légy. No, a légy azt jelenti, hogy hulla! Na, egy sikítás. Most ne hörtűtem a kezem. Ja, ha nem látja a sötétbe. Most már látja. Yuka, mire? Yuka, csúgyja meg! Ez csak egy hola! Mindig meglepődnek a hullákon. Mindig végig kell mennünk ezzel, hogy találunk egy hullát, akkor mindenki meglepődik. De végül is ez így korrekt, mert még ők lehet, hogy nem láttak hullát. Ja, Yuka. Oké, Satoshi kezd pánikba esni. Mi meg fog halni? Mindenki meg fog halni? Mindenki meg fog halni? Rúg már föl Yuka francba. Yuka. Ja. Dajjobb da. Yuka. Ikuzo. Kuruna. Sétálj belém. Oké. Na, hogy megyünk el, megnézzük a hullát. Decomposing rapidly. Forward next. Micsoda, egy üzenet van belevésve, amit a körmével vésett bele egyedül üzenet. Az hogy csinálják ezt? Read it? Erre mit? Mi van erre? Nem mond semmit. Egyelőre ne rédüljük. Na, végig egyszer nem mond erre semmit, de... biztos, amit tud izihár, hát ha meghalunk. Hogy a picsel van el? Kill me! Tehát ölj meg kérlek, ölj meg kérlek, ölj meg kérlek, ölj meg kérlek. Nem bírom tovább, nem bírom tovább, nem bírom tovább. Engedj ki. Okay. Nem save point! Húha, mint a kicsit beszaggatott volna, rendben. Szép kuvent, yep. Aztán... még egy hullat, nagyszerű! Van egy levél a kezében, ami a következőképp szól. Drága testvérem! Sajnálat,
sajnálom, hogy nem láthattuk egymást megint a halálom előtt. De nincsen többé erőm, hogy megmozduljak. És nagyon szomjas vagyok. A nyelvem elkezdett megdagadni, és alig kapok tőle levegőt. Egészen érdekesnek találom, hogy akár meg is tudna már folytani. Tehát ez a find it fascinating. Na, érdekes fogalmazás egy haldoklótól. Csak valamit akarok inni, bármit, opa. Még azt a nagyon ijesztő narancslevet is meginnám, ami a hűtő hátuljába van. Gondolom otthon. De itt nincs egy cseppnyi, semmi sincs itt, ami találhatnék. Annyira szomjas vagyok. Nos, lesz az a szédülni, valami ilyen émelyek tőle. Furcsa, mi? Csak abban reménykedem, hogy legalább te kijutsz innen élve. Ha bárki más megtalálja ezt, a nevem Hiroko Motomura az Amazaki West High-ból. Osztály 2-4. Remek! Nagyszerű, mi van itt még? Hú, szekrény. Valószínűleg hajjal van tele. Nem. Sárga könyvekkel, amiknek furcsa a címeik vannak. Azt mondja, a rossz gonosz nyúl balladája. Na jó lehet. A Book of Beetle Wings. Beetle Wings? Mi az a Beetle? Oké. Mi van itt? Nem tudni. Van itt még elég? Nem látok semmit. Tehát itt halálvak. Minden lélekér eljön. A független attól, mit érnek, vagy mit nem érnek. És ennyi. Nézzünk itt mi van. Ó. Victims Memoir 1/5. Oh crap, ezt nekem nem szabadná olvasnom. Ugye nem szabadon ezt. Pillanat, meg kell nézni a végigjátszást, hogy most elkurtam-e vagy nem. Motomura. Én most nézem, hogy mind a kettő, aki ott volt a szobában, az mind a kettő Motomura, tehát valószínűleg egymás testvére, és akkor egy helyen haltak meg. Haha! De ezt el kell olvasnom. Ott, aki legalábbis azt mondja, jó, nem csesztem el, legközelebb előbb gondolkodjál éjden, mint hogy itt nyomkodod a gombokat. Ott, aki Mitsuharu. Látni akarlak megint. A szellem azt mondta... úgy néz ki, hogy téged is idehoztak, de más dimenzióban vagyunk, gondolom. Még akkor is, hogyha ugyanabban az iskolában vagyunk. Nem láthatlak. Miért történik ez velünk? Nem kéne itt lennünk, ezt már sokszor hallottam. A matek egy osztályba kéne lennem az előkészítő suliban. Szóval a nővérem nagyon dühös lesz rám, amiért kihagyok. Azt hiszem nem hinné el ezt a kifogást, ha elmondanám neki. Azt hiszem, hogyha meg is találnának... Ha megtalálnak, akkor ki tudnék jutni innen élve. Even if I can ever find you, I'll be able to... Ja, hogy... Na, ez furcsa ez mondat, de valami ilyesmi. Nem tudom miért, de... Ja, az jó volt. Nem tudom miért, de... Hogyha tényleg ugyanabban az iskolában vagyok... Akkor kell lennie egy módnak, hogy kapcsolatba lépjünk egymással. És meg fogom találni.
Na. Akkor. Már nem tudok tovább menni, tehát akkor irány vissza. Császkálás! Lehet, hogy mentenem is kéne. Ha már így visszajöttem. Kicsit. Most akkor alul ki. Rohadt légy. Hopp! Mi van? Úgy nem szállt meg téged is valami? Hogy hazat bármikor haza tudunk majd menni. Mi tényleg itt ragadtunk, amíg meg nem halunk. Ez nehéz kérdés. Annyi korog a székem. How should I know? Lehetek paraszt is, de lehetek nem paraszt is, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ez. Ha már ennyire felnéz a bátyára, aki amúgy is egy beszarik, akkor legyünk már normálisak. Nem kell gondolod be, legalább én itt vagyok neked, hát. Úgy értem, ez nem nyugtatta meg, hát az engem sem nyugtatta meg. De megnyugtatta, jó van, mert azt mondta, hogy ühüm. Jajjajj. Akkor sétálj belém, aztán haladjunk. Ühüm, bühüm. Mi van? Hát jó, kéne. Azt mondja, valahol itt benne Naomi is fél és egyedül van. Hát ennél jobban nem is hibázhatta volna rá. És meg kell találnunk, de... Oké. Meg kell találnunk a Naomit, azt mondja. Naomi őt keresi, ő meg a Naomit, hát mi ez, ha nem szerelem? Szelerem a tollam. Sport? Yep! Yay! Na nézzük, main meeting. Lépcső, up! Földrengés! Földrengés! És de annyi földrengés van itt, amikor változik az iskola, és mindig van valami, ami le tud esni és össze tud törni. csak úgy megjegyzés. És ennyi, tehát ha annyi földrengés van, miért maradt még bármi is, ami le tud esni? Na vége. Földrengéstől visszanőtt a padló. Ó. Japánok már ezer éve akarnak ilyen földrengést, amitől visszanő a padló. Ahelyett, hogy felnyíl. Hulla! Skeletal remains of young girl. Hát, jó, biztos megvan az oka, amiért meg tudja mondani, hogy az egy young girl. Azt nem tudom, hogy honnan mondja meg, hogy young, de azt meg tudja mondani, hogy... Jó, mindegy. Van nála egy levél. Yosuke. Yosuke. Sajnálom. Bárcsak ne találtam volna meg azt a hülye, ugye, ilyen talizmánt. Talizmánt? Milyen talizmánt? Aha, valami talizmán meg nem. Tehát vannak jó talizmánok is, vannak rossz talizmánok is. Nézzük ezt az üzenetet. Ha, azt mondják, lekésted az utolsó csengetés, lekésted az iskola végét. Ha még mindig itt vagy, akkor itt is maradsz. Okay. Hello. Akarok én? Hello. Nem akarok, nem. Kisfiú szellem, nem. Rohadjom ott meg. Okay. Igen, itt kapott frászt a Shirazaki. Ó, mi ez? Nótnak tűnik, úgyhogy mentsünk. Victim Memoir 2. És azt írja, hogy ez important, úgyhogy nézzük meg. Pázok.
Úgy érzem, mintha a hő csak úgy kiáramolna a testemből darabonként. És van ez a hangom, és nem akar abba maradni. Mi ez? Fáj a fülem. Nem tudok koncentrálni. Olyan, mint a thin film surrounding my entire brain? Az, valami az agyára, teljes agyát belepné, de van thin film, ezt nem tudom, ez mit jelent. Valami vékony réteg belepné az agyát. Találtam egy dying message, tehát egy ilyen haldoklónak az üzenetét az egyik holtes mellett korábban. Azt mondja, hogy van egy folyosó valahol, ami változtatja a hosszát, tehát a méretét. Hogy hosszabbnak vagy rövidebbnek tűnik. Igazából... kíváncsi vagyok, hogy hol van. Utána, hogy nem érzek semmit, amikor egy emberi testet látok. Undorodom tőle. Utálatos dolg lett. Tehát ez azt mondja, hogy ez important. Oké? Tehát ez important. Menjek. Hello! Ugye nem akarsz... Nem tudom, hogy... Nem tudom, miért ölt meg, de ne, én nem fizetek más szaráért. Úgyhogy te szépen maradj ott, és ne csinálj sem. Ne! Nem! Nem! Hiszem, itt mell egy mentés. Mielőtt valami nagyon durva lesz. Nem, úgy néz ki, hogy ezt itt kerülgetnem kell nekem is. Hol tartottuk? Hopp! Miért hittem? Nem tudom. Annyi bizonyos, hogy ide kenődött fel a majó, csak nekünk mi megint nem kaptuk meg, csak a Shinozaki-ék, meg a Naomi, meg a Seiko, amikor még él. Science Lab, ezt továbbra is tudom, hogy mi. Na most itt végig kell mennem. Mondom, erre nem tudok menni, igen. Egy loose board, ide kell bejönni. Oh, egy hulla! Hello, hulla! Skeletal remains of female student. Igen. Saint Marianne University High School. University High School? Az micsoda? Megumi Sugi. Mi az a University High School? Ez mi? Something sparkling on the ground. Valami csillog a földön. Akarom én ezt? Yep. Egy ismeretlen kulcs. Jó. Akkor menjünk tovább. Ezek a WC-k? Ja. Mi van? Dosa? Yuka. A toilet ikitai. Have to go potty. Ezt a szót még nem hallottam, de ez konkrétan azt jelenti, hogy hát neki most nagyon ki kéne menni. Ugye toire, ahogy mondta, és ugye a WC-re. Soka. Szokoni kawaiatte kajte aru kara, itte koi jo. De ez mi? Tehát, ja, jó, mondjuk ők még, na mindegy. Hogy csak úgy hagyja, hogy elmenjen egyedül, én ott állnék mögötte, úgy csinálja, nem engedném egyedül. Melyikbe megy be? Ja, hogy mi kell neki, ja, értem. Pisikélni. Nányika attara jobbe jo. Igen, hogyha valami van, akkor csak kiabálja, oké. Na, remek. Azt mondja, hogy utána kérdezni ilyen személyes kérdéseket. De... ez a hely tele van meglepetésekkel, és tudnom kell, hogy milyen sokáig kell várnom, mielőtt aggódhatnék. És ha utána mennél esetleg a lány WC-be, mik ezek? Kabinok vannak. Semmit nem látnál, és tudnád, hogy... Á, mindegy. Itt okoskodhatok. Azt mondja, az ajtó be van deszkázva. Nem lehet kinyitni. Jó, oké. Okay. Hello! Mi van? Nem megy. Oké, okay, miért nem megy? Varum! Ö...
Beprúgyál, miért nem tudsz elmenni budira? Mi a probléma? Oh! Ez probléma! Ez mondjuk srácok a királyságban, csak odász azt a lebrunyász a sötétségbe, de igen, ez lehet, hogy egy kicsit komplikáltá teszi a dolgokat. Hát, Júka! Én nem tudom. Ja igen, most akarjuk majd akkor bevinni a izébe, csak le kell szednünk a cuccent a bigyóról. Jó, tehát most az a quest, a fő quest, ez ilyen, vagy fő quest, hogy el kell menni a Júkának WC-re, hát ez milyen jó már. Ha én játékot terveznék, egy küldetés csak az lenne, hogy el kell menni valakinek WC-re, és minden téren próbál akadályozni a játék, hogy nem, akkor sem fog sikerülni. És még azzal lehet izgalmasabbá tenni, hogy időre menne, mert ha becsurog, akkor failed van, tehát akkor bukó. Na lássuk. Door is locked. De véletlenül van nálam egy unknown key, ami kinyitja, és így már nem is unknown, hanem csak a key, ami kinyitja. Na mi van, ez az infirmary, ahol a Naomit megtámadta valami rémséges rém. Mert itt megint mentünk. Na de van mentve is van. Én nálam, Seca! A Naomit halljuk. Naomi? 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 Igen, ő. Akkor szévüljünk itt is egyet. Ha már itt vagyunk. Oké. Kíváncsi vagyok, a játék végéig el tudom menni a Júka WC-re, mert ez most ez érdekel. Lássuk, mi kell innen nekünk. Oké, már is szomjasak vagyunk. Nagy mennyiségű gyógyszer, meg mindenféle nyavaja. Oké. Shamli. Mi ez? Monthly goal. Wash your hands with soap. Havi cél. Most megkezdett szappannal. Hát ez aztán egy nem túl nehéz cél, ha engem kérdeztek. Azt mondja, van itt egy olló. Az egyik polcon. Mind a kettő penge, ugye tökig véres. Tehát, igen. Oké, ez biztató. Ja, mert valami ollóval nyírták ki azt a négy gyereket. Vagy hármat, a negyediket ugye nem. Van egy csomó lejárt gyógyszeres üveg. Kopott sárga címkével. Hopp! Tiszta por, de már belefetrengett a Naomi meg a Seco. Fáradt a Júka, fáradt! Kaslány! Kaslány! Csinálj valamit, kaslány! De meg gondolom, addig elmész valahova, és akkor a Júkát megtámadja az a kötszellem, vagy olyan franc. Ez nem hülye ötlet. Resztüljünk vele? Erre nem köt ki semmit, majd arra resztüljünk, hát mégis mi baj lehet. Igen, legalább nem kóbászolok itt el. Hát. Meg fogunk halni. Éhes a Júka. Mennyi bajod van? De legalább én is. De hogy vacsora idő van anyuval. Nem vagyok biztos, hogy az órám megáll. Nekem meg nincs órám. Az akar menni, mert ő kislány. Szerintem a Júka azért 14 évesen azért viselkedik így, mert kicsit el van, nem kényeztetve, hanem ilyen óvva, nagyon óvva van a világtól, és akkor kicsit ilyen... De ez ilyen, tehát azt mondta, hogy ez ilyen sztereotíp japán karakter, ráadásul azt hiszem úgy is hivatkozik magára, hogy Júka, tehát harmadik személyben beszél magáról. きっと今頃脱出のすべを探っているはずだ。合流した時に恥かかないように俺たちも頑張ろう。なんとかなるさ。心配するな。
Oké, fő az optimizmus, tehát hogy azt mondja, hogy majd biztos minden fasza lesz a végén, mert annak úgy kell lennie. Csak ez nem az a játék. És a Yuka is elhiszi, hogyha ő is elhiszi. És Sunti. Yuka. Kitto nantoka naru. Mado mo hakanai konna zsókyó de. De legalább pozitív vagy, igen, mondja, hogy majd minden rendbe fog jönni, mi? Még az ablakokat sem tudjuk kinyitni, nem hogy kimenni innen. Sore wa shikashi, genjitsu o tsuki kuzusu dake no chikara o motanai. Kami no daga. Ups, elnyomtam! Sore demo ima wa, ikiru tame ni shinjiru. Azt mondja, hogy azt hiszem, hogy a szökés reménye az, ami okot ad nekünk arra, hogy tovább menjünk és éljünk. Hát igen. Én mondjuk annyira a reményben nem hiszek, nekem erről volt egy. Jaj, tényleg, meg lecsaptak. Mert nekem volt egy novellám, amiben pont erről írtam, hogy nem a remény a lényeg, mert a remény az csak egy kalkuláció. Tehát az nem ad semmit, csak hiszel abban, hogy lesz valami. Igen, és azt mondta, hogy ugye akkor imádkozunk, hogy tényleg megtörténjen. Most itt vagyunk, ez a Kishinumata, Yoshiki Kishinuma. Igen, mert őt meg lecsapt egy szívlapáttal az a zombi cuccizé. Mi a helyzet? Ha, csávó! Neked annyi, haver. Ma jut két kislány szellem is kinyírta, te erre kaptál hármat. Na, erre varjál gombot. Neked véged. Neked annyi. Neked lőtt, haver, húhú, neked. Itt vége van. Shinozaki úgy rémlik elszaladt, miután látta Majut szétkenve a falon. Jajaj. Ja nem, ott jön alulról. Hát csak valami kalapács van nála. De azon gondolkodom, hogy egy kalapács, ha nyakon vág. Ráadásul egy ilyen pörőjel, akkor hogy a francba élem túl? Mert ugye az intróban láttuk, hogy ott széje csapott egy csomó mindenkit, és nem tud felállni. Ksza! Kokocs! Pau! Mondom, visszaküdte a káóba.